A vendéglátóegységek nyitvatartásának meghosszabbítását javasolta szeptember 30-ig Józsa Bálint, a Szövetség a Hírös Városért Egyesület önkormányzati képviselője a csütörtöki közgyűlésen. Látom pontosan, hogy mik azok a problémák, az a feszültség, ami az éjszakai szórakozás körül kialakult. És azért adtam be ezt az indítványomat, hogy megkérjem az önkormányzat vezetését, polgármester asszonyt és a képviselő társaimat, hogy egy lépést tegyünk afelé, hogy ezt a konfliktus helyzetet valahogy csökkenteni tudjuk. Mint mondta, a hosszabb nyitvatartási idő közbiztonsági, járványügyi és köztisztasági szempontból is megoldást nyújtana a felmerülő problémákra, hiszen a kecskeméti éjszakai életben hetente többször több ezer ember is megfordul egyes helyeken. Dr. Homoki Tamás alpolgármester reflektálva az indítványra elmondta, hogy a vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjét a törvényi keretek között egy önkormányzati rendelet szabályozza, amit rendeletmódosítással lehet csak megváltoztatni. Ennek pedig előfolyamatai vannak. Így az indítvány eljárásjogi akadályokba ütközik, hiszen a tegnapi közgyűlésen erről nem lehetett dönteni. Továbbá hiányosnak tartotta az indítványt, hiszen abból nem derül ki, hogy mely vendéglátóhely irányul, és az sem, hogy a nyitvatartást milyen módon próbálja bővíteni. Van egy törvény, ami a este 10 és reggel 6 óra közötti idősában az önkormányzatoknak a rendeletére bízza azt, hogy mint lehet nyitva. Ebbe már Kecskemét megengedő, mert eleve éjfélig a nyitvatartás engedélyezett. Ettől globálisan eltérni véleményem szerint hatalmas nagy hiba lenne, az egyéni eltérési lehetőségekre pedig lehetőséget ad az, hogy eltérő nyitvatartási engedély iránt be lehet nyújtani kérelmet. Azok a vendéglátóegységek, akik úgy gondolják, hogy az ő profiljuknak az felel meg, hogyha 24 órától reggel 6 óráig terjedő időben is nyitva akarnak lenni, ezt megtehetik. Mindez azonban úgy lehetséges, hogy a környezetükben lévő lakóépületeknek beszerzik a hozzájárulását. Ezt követően ennek a bizottság eleget tesz, mindaddig, amíg a lakókörnyezet részéről kifogás nem érkezik. Eddig az szokott történni, hogy valahol megkapja egy vendéglátóegység a hosszantartó nyitvatartást, és utána a lakók elkezdik a képviselőt bombázni, hogy valamit csináljon, mert nem tudnak aludni, nem tudnak pihenni. Végre van egy képviselő, aki ezt fölvállalja. Tehát én azt javaslom, hogy menjünk tovább ezen az úton, képviselő körzetében keressünk ilyen helyeket, és tehát a jogi lehetőséget megtalálva. Tehát én arra bíztatom, hogy rúgjon kapura, hát ha gól lesz, és akkor majd meglátjuk a széchenyi városiak mit fognak szólni. Szemerei Pataki Klaudia polgármester elmondta, hogy a vendéglátóhelyek részéről náluk egyetlen igény sincs a hosszított nyitvatartásra vonatkozóan. A lakosság részéről azonban annál több panasz van a meglévő 55 szórakozóhely eltérő működésével kapcsolatban. Mint mondta, évek óta vita folyik emiatt, de még mindig csak egy kicsit javult a morál a szórakozóhelyekkel kapcsolatban. Azonban már vannak látható jelek a javulásra, hiszen a két templom közben például összefogást és odafigyelést tapasztalnak a vendéglátóhelyek részéről. Az indítványt a csütörtöki közgyűlés 8 igennel, 2 nemmel és 9 tartózkodással elutasította.